Tovább zöldülszeg szállt, ugyanis a Városfa program keretében Magyarország megyeszékhelyei 20 darab sorfát kapnak. A Szekszárdnak biztosított csemeték egy részét korábban már a Barátság utcai Generációk parkjában helyezték el, ezúttal pedig az újonnan épített Fagyöngy utcai játszótér köré ültettek. Azért, hogy legyen árnyék is, mert hát igaziból a fák, amik voltak eddig mellette, azok a játszótérnek az északi oldalán voltak, és hát az nem igazán fog ide árnyékot vetni. 7 darab fát ültettek a játszótérhez, többségük szil, illetve platánfa. Továbbá szintén a közelmúltban elkészült kerékpáros pihenőbe is kerültek csemeték. Sajnos nem lehet elég közelre ültetni, a szomszédokat nem szeretnénk zavarni. Ugye itt már a játszótérnek a helyszíne is változott egyszer épp a szomszédnak az igényei miatt. Sőt, most cserjét ültetünk, ott lehet is látni a kerítés mellett a cserjesort, hogy a nyugalomhoz való joga érvényesüljön, tehát ne zavarják őt a játszótéren levő gyerekek. A fenntarthatósági program keretében országszerte összesen 7000 fát ültetnek el az év folyamán.